Labdarúgó csapatunk a spanyolországi edzőtábor első felkészülési mérkőzésén a spanyol másodosztályú Cádizzal találkozott. A kádiziak tartalékos csapattal érkeztek a meccsre, a kezdőcsapatban a második számú keret tagjai kaptak helyet. Ennek ellenére a rózsaszínmezes hazaiak alaposan ránk ijesztettek. A harmadik percben egy jobboldali szöglet után Sarir fejese találta el a kapufát. Ezután viszont a Fradi átvette a kezdeményezést, aminek még az első félidő lefújása előtt meglett az eredménye. Egy Bödével szembeni szabálytalanság után veszélyes helyről jöhettünk szabadrugással, Varga Roland pedig mesterien csavart a kapu jobb oldalába. Sőt, még a lefújás előtt növelni tudtuk az előnyünket. Korijárán lapos lövését még hárítani tudta a kádizi kapus Vázquez. A kipattanót azonban Varga éles szögből a hálóba lőtte, így két percen belül duplázni tudott. A szünetben Tomás Dolt teljes sorcserét eszközölt, de a játék képe ezután sem változott, ahogy a gólokkal sem maradt adós a Ferencváros. A 64. percben két friss igazolásunk összjátéka után született meg a harmadik találat. Nagy Dominik fordult le a védőjéről, majd Georgievicsnek passzolt, aki laposan a kapuba lőtte első ferencvárosi gólját. Nem sokkal később pedig megszületett a második is. A 80. percben szerb támadónk Amadou Tvasszát vágta a hálóba. Sőt, akár a triplázás is összejöhetett volna Georgievicsnek, ám hiába talált be nem sokkal később újra, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Így maradt a 4-0-ás végeredmény, a Ferencváros tehát magabiztosan nyerte meg első spanyolországi felkészülési mérkőzését. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, a két szín mindennél többet ér.